Sütő Enikő, vagy Dr. Sütő Enikő, jaj nem, jogi tanácsokat fogok adni. Az önök modellje egy kicsit mindig másképp. Rádió Bézs, a mikrofonnál Sütő Enikő, szeretettel köszöntök mindenkit. Velem szemben ül Golánya Ágnes író. Nem szerette volna, ha elmondom, hogy kozmikus utazó is. Miután mindannyian azok vagyunk, nekem nagyon tetszik, hogy ő ezt így meg is fogalmazza. Szervusz Ágnes. Szervusz Enikő, és köszöntök mindenkit. A mai nap arra gondoltam, hogy ha valaki beüti a neved, akkor nagyon sok és izgalmas tartalommal megtöltött előadás, beszélgetést talál. Semmiképpen nem szeretném azt ismételni, bár szívesen megnyomnék ott gombokat, és kezdenék mély beszélgetésbe veled, de talán vannak olyanok, akik még nem ismernek téged, úgyhogy a mai nap arra gondoltam, hogy egy kicsit beszéljünk a te életedről és rólad. Köszönöm szépen. Igen, nagyon sokan vannak, akik nem hallottak rólam. Ennek nagyon-nagyon egyszerű oka van. Gyakorlatilag csak olyan témákhoz nyúltam eddig, amivel a mainstream média egyáltalán nem foglalkozik. Tehát ez egy külön rádióműsort is megélne talán, hogy pattintják le ezeket az úgymond nagyon kényes témákat, legyen ez őstörténelemtől, teljesen mindegy, amivel egy jó pár évvel ezelőtt úgy intenzívebben foglalkoztam, vagy legyen ez spirituális téma, tehát bármi, ami kilóg, a mai világunk bizony nagyon szűkre szabott, elismert keretei közül, azt a médiában nekem nagyon ritkán van alkalmam elmondani, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Jó, tehát hogyha akkor te szembemész a forgalommal, az nekem nagyon tetszik. Nem, én tudatosan, is. Bár forradalmi voltam gyerekkoromban, de most már egész egyszerűen így ösztön szerintem belém lett kódolva, vagy így születtem, hogy csak olyanokba nyúlok, csak darásfészekbe. Aha. Mikor volt az a pont az életedben, amikor tényleg úgy érezted, hogy darásfészekbe nyúltál? Tehát mi az a katarktikus vagy elválasztó pont, amikor Golánya Ágnes, a egyébként programozott gyerek, egyszer csak ki akart lépni a programjából, és elindult szembe a forgalommal? Hát találtam egy mérföldkövet, nyilván nagyon sok van, de egy nagyon-nagyon könnyen megtalálható mérföldkő lett 2007-ben. Az életemben ekkor már másfél éve a fiókba, illetve a monitoron, vagy mit a hard drive-on volt az első könyvem, az Aranyasszony útja, aminek ugye a főhős nője, Éva, kikerül nagyon mesés körülmények között Dél-Amerikába. Én ebbe a könyvembe annak idején még ez egy csak... Regény? Ez egy regény trilógia első része. Akkor írtam meg, akkor fogalmam se volt, hogy... Tehát örültem, hogy azon csodálkoztam, hogy jé, sikerült egy könyvet megírni. Tehát én akkor nekem fogalmam nem volt, hogy ez egy trilógia lesz. Arról pláne nem, hogy én szinte követni fogom ezt az akkor még fantáziának, vagy mesének, vagy álomnak tűnő történetet egy nőről, aki Dél-Amerikában hihetetlen dolgokba botlik, akivel hihetetlen kalandok történnek, és amit aztán még követni fog a trilógiát további 6 könyv, hiszen ez ugye a 9., ami most itt van az asztalon, és ami pont erről a 2007-es mérföldkőről szól ilyen kvázi retrospektív módon visszatekintve és feldolgozva, hogy mi is történt velem 2007-ben. Én ugye az elmúlt években azért ismerhettek egy szűk réteg, aki a alternatív, vagy a mainstream által nem elismert őstörténelemmel foglalkoztak, nagyon-nagyon sokan jártak az előadásomra, de senki nem gondolta, hogy annak idején 2007-ben ennek milyen emberi ára volt, hogy miért kerültem oda, mi történt velem, hogy nyíltak föl bennem, mint emberben kódok, hogy állítódott át teljesen más vágányra az életem, ezt én magamnak is így emészgettem, nyalogattam a sebeimet, és most ez év júniusában jutottam oda, hogy
Elkészült ez a könyv, ami erről a 2007-es mérföldkörről szól. Tessék? Igen, van. Mindjárt csak így egy picit szeretném elhelyezni nagyjából, így hogy ez milyen fajsúlyos az életemben. Tehát, amikor én abban a legelső könyvemben még 2005 körül, ami 2008-ban jelent meg ez az Aranyasszony, és 2007-ben, ebbe az ominózus évben még csak a monitoromon volt, ilyen elfekvő, és vártam itt a kiadókat, a jó szerencsét, hogy majd ebből lesz valami. Igen. És? Bocsánat, nekem sokszor van ilyen, hogy itt teljesen elszállnak valami másikra a gondolataim. Mi volt a... Mondjad azt, akkor tehát az, hogy gyakorlatilag 2007-ben, amikor kitaláltad, hogy ezt a könyvet megírod. Na, így van. Tehát amikor azelőtt nekem velem... Nekem is van az, ilyen egyébként. Igen, aki tudja, hogy mit jelent így ugrálni több síkon, az szerintem felment minket, és megérti, hogy van ilyen. Tehát én ebbe a könyvbe akkor az elmúlt 20 éves koromtól történő hihetetlen testen kívüli élmény, lányom betegségből való meggyógyítását akartam leírni, hogy egy mai nő, én, aki ugye az üzleti világban sikeres voltam, és a 2005 körül 40-es éveim elején, tehát hogy mit kezd egy mai nő mindazzal a dologgal, amit a egyházak is elutasítanak, mert ilyen paranormális dolgok, sehova nem illik be, én erről akartam írni, és ehhez a fura megélt életemhez gondoltam, hogy egy regényt fogok kreálni, ami én is vagyok nyilván, ami a főhősnő lelkét illeti, de aztán csinálok neki egy jó, ahogy a jó regényekhez illik, annak minden eszközével, az mégsem én vagyok, tehát mégse egy önéletrajzi dolog, és amikor én ezt a regényt így írogattam, keretet, történetkeretet kerestem neki, akkor egy barátnőm elém tett egy kis füzetecskét, hogy na, ha már a főhősnőd valamiért, amit még nem tudtunk, hogy miért, Dél-Amerikába kerül ki, és egy dél-amerikai jóképű régésztől hall olyan őstörténeti dolgokat, amikor rájön, hogy puff, amit ő eddig tudott a világról, semmi nem úgy van, és felborul teljesen az élete, az a kis könyvecskében, a Ekvádorban egy föld alatti barlangról szólt, ez a kis könyv, amit ráadásul egy magyar felfedező, kutató, kalandor, ki minek mondja azóta, Móricz János nevéhez kötődik, hogy a 60-as években ő erről rengeteget írt. Na, gondolom magamba, ez pont ugyanolyan hihetetlen, mint az én spirituális, lelki, stb. Megélt élményeim, ezt én felhasználom. Hittem én ezt ugye teljesen ártatlanul, de ahogy ez bekerült a könyvembe, hát ez is egy másik téma lehetne, hogy kezdett önálló életre kelni a könyv, és a könyvvel való kapcsolatom, ahogy írtam, és akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy hopp, itt valami megmagyarázhatatlan dolog történik, mert amikor én abszolút csak úgy hittem, én azt magamból kitaláltam, hogy Ekvádorba a főhősök A-ból B-be hogy utazgatnak ilyen három ekvádori város között, kiderült, hogy ez pont annak a Shuar törzsnek a területe, akit én ugyan megemlítettem a könyvbe, de még akkor fogalmam sem volt, hogy pontosan ez az ekvádori Shuar törzs, ez kicsoda. És akkor kiderült, hogy ez annak a tájhoz barlangnak, ennek az ekvádori említett föld alatti misztikus barlangnak az őrző törzse, és pont az a három város által bezárt terület az ő szent területük. Tehát, és ha akkor jól értelmezem, te ezt úgy írtad meg, hogy ezekről nem is tudtál. Abszolút nem. Na, ekkor mikor ez így elém került később, akkor mentem el a könyvtárba, és kezdtem el kutatni, és azt mondtam, na jó, én itt nem tudom, mi történik, de úgy néz valaki ki, hogy... Valaki súg neked. Valami valami felnyílt, nem tudtam, én még akkor tudatlan voltam őstörténetben, nagyon megélt élményeim voltak spirituálisan, de abszolút nem tudtam, hogy ezek mik ezek a dolgok. Lényeg az, hogy jól sikerült ez az első könyv. Ott voltam, hogy várom a kiadót, na most akkor mi legyen a főhősöm Dél-Amerikába, én miért nem jutok ki, szó mi szó,
egy akkori volt barátnőm, aki akkor a KLM-nél dolgozott, és olyan pozícióban volt, azt mondta, na figyelj Ági, 2 éves írsz nekem itt, és más se hallok, mint hogy Dél-Amerika, Peru, Ecuador, így meg úgy. Nekem most lehetőségem van 1-2 embernek egy 50%-os ilyet adni, mész vagy nem. De ha nem, többet hallani nem akarok semmit, hogy te itt nyafogsz tovább. Hú, mondom, persze, de még akkor mindig nem volt pénzem. Na, ezt így más helyeken én elmondom, ezt nem akarom így hosszú lére eleszteni, hogy honnan lett meg pont a repülőjegyre a pénzem. Lényeg az, hogy igen, ez alatt az idő alatt, míg én megint fölvettem ugye a kapcsolatot, mivel én akkor már így elkezdtem kutakodni, és volt egy szintén maléves, a Bécsi irodában dolgozott egy argentin gyerek, akinek én elmondtam, hogy te figyelj, a főhősnőm kikerül Argentinába, te onnan vagy, küld nekem fotókat, és ez a sztori, erről mit gondolsz, hogy ugye minél reálisabb legyen, és akkor ő azt mondta, hogy hú, nekem erről a hihetetlen Móricz, meg Tájosz barlang, meg nem tudom miről, egy nagyon jó ismerősöm, egy ekvádori hölgy, annó mesélt, gyertek össze. Na és akkor így fűződtek föl ugye a kapcsolatok, hogy ismeretlen emberekkel kapcsolatban, úgyhogy így fel se tűnt, hogy egy pillanatban megkeresett engem egy férfi, aki mondja, hogy hú, hallom, micsoda érdekes dolgok után kutakodsz, miért kezdtél el ezzel foglalkozni, és így, és úgy. Aztán elkérte a telefonszámomat, mondván, hogy ő nem szeret írogatni. Kiderült, hogy ő egy amerikai illető, aki akkor már éppen Peruban dolgozott a perui hadseregnek, de elmondta, hogy az első öböl háborúban ő az amerikai, ugye Irakban, biztonsági, szolgálati, akármilyen elég magas pozícióban volt. Utána a kolumbiai kormánynak, hát akkor már kezdett nekem nagyon zavaros lenni, de nagyon, de akkor, tehát akkor én annyira naív, annyira lelkes voltam, annyira abban, hogy hú, nekem ki tudok kerülni, ki fogok menni, tehát ebben volt az életem, hogy nyilván ez egy hihetetlen isteni jel, hogy én ezzel összeakadtam, és ki fogok menni. Na hát addig beszélgettünk ezzel a amerikai jó emberrel, hogy nekem nem volt szimpatikus. Tehát ott álltam, és azt mondtam, hogy nem, itt valami nem okés, nyomult, nem olyan stílusban terelte össze-vissza a dolgokat, tehát egy ilyen piros lámpa azért kivillant minden nagy igyekezetem ellenére, úgyhogy mondtam neki, hogy figyelj, nem. Nem, még nem tudom mikor, majd valamikor, ha ki kell mennem, én ki fogok tudni menni, egyedül nem. Eltelik 2-3 hét, mit ad Isten, megkeres Peruból egy másik férfi, de mondom, ez nem feltűnő, mert millió emberrel leveleztem össze-vissza, és aki mondja, hogy hello, láttam egy írásodat itt meg ott, ezzel foglalkozol, hát képzeld el, hogy én 81-ben a perui-ekvádori háborúban pont ott voltam, azon a területen, ott a barlang környékén, haditudósító. Hú, na ez a férfi ráadásul jól is nézett ki, rögtön elkezdtünk, skype-oltunk, stb., és akkor mondtam, hogy hú, ez az Isten lába minimum, és ő mondta, hogy ő nagyon sokáig, amíg egy Fujimori elnök volt, addig ő nagyon magas pozícióban volt, turisztikai tartomány vezető volt több tartományban. Hát utána már nem, mert ugye mindegy a Fujimori éra után, ugye mindenkit a nagy kormányváltással lapátra tettek, aztán ráadásul volt, aki olyan fekete listás, hogy hivatalos munkát nem kaphatott, így ő elkezdett egy ilyen magánzó módon, még régi ismerősökkel, polgármesterekkel, ilyen térségekben, ilyen ismeretlen Peru címmel filmeket készíteni, ilyen turisztikai filmeket készíteni, és mondta, hogy Ági, gyere ki, téged ez érdekel, gyere ki, majd elviszlek ide-oda. Na, ekkor volt az, amikor beváltottam a repülőjegyet, megvettem, és gyakorlatilag a teljes vákumba mentem ki 2007. október 14-én, Hát ebben a könyvben részletesen leírom, úgyhogy ez az álmaim valóságában, akit érdekel, hogy mi is ennek a történetnek a lassú, részletes verziója, de amikor... Muszáj, hogy elmond, most egy kicsit kell zenélni. Nézd, csak 14-14, úgyhogy bekacsintott az univerzum nekünk, hogy milyen jó időben vagyunk, jó helyen. Zenélünk egy picit, és utána kérlek, Kelek. Hogy meséld el, hogy mi történt igen, veled. Igen. Well, I got a woman way over town, that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town, good to me. Oh yeah, she give me money,
got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, she says loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says loving early in the morning just for me. I got a woman way over town that's good to me. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh, oh yeah. She's all right. I don't know she's all right. She's all right, she's all right. Rádió Bézs, a mikrofonnál Sütő Enikő, Golányi Ágnes íróval beszélgetünk. Nagyon izgalmas kalandregény, ami egyébként az ő élete. Közepébe vagyunk, és ott tartunk, hogy megérkeztél Peruba. Igen, megérkeztem Peruba 2007. október 14-én, és rá egy héttel pontosan, tehát így a hetes szám misztikája az úgy, persze ezt én csak utólag vettem észre, szépen visszakacsintott abba az időszakban elég sokszor. Valóban eljutottunk, akkor kellett visszavinni a filmeket az Andokba, egy picike faluba, Észak-Peruba, az ottani polgármesternek. És milyen ott, filmeket? Hát amivel ő foglalkozott, ilyen dokumentumfilmeket készített, ugye, és mielőtt jöttem, elkészítette, akkor ők megvágták, és pont vissza kellett vinni, így prezentálni, átadni, stb. Letenni a munkát. Na és kiderült, tehát ezt ugye időzíteni nem lehetett volna jobban, hogy ez az a falu Ninabamba, ahol van egy olyan lejárat, egy föld alatti óriási labirintust képzeljünk el, amiről ez a tájhoz barlang története is szól, és ez légvonalban 150 kilométerre volt attól a barlangtól. Az ugye Dél-Ekvádorban, ez Észak-Peruban, tehát nagyon-nagyon közel egymáshoz, ugyanaz a hegység, ugyanaz a láncolat, ugyanaz a föld alatti valami, föld alatti világ. Móricz János beszámolt az egyik bejáratáról, és én mit sem tudtam, hogy én pár nap múlva a következő másik bejáratán levittek. És én ezt fantasztikusnak tartom, hogy ott volt velem a polgármester, helyi emberek, akik elmondták, hogy bizony a limai parlamentben is, és itt a hivatalban is vannak műszaki felmérések, illetve 16. századból meglévő anyagok is, ahol beszámolnak arról, hogy itt több ezer kilométert képzeljünk el, hogy még a 16. században lovakkal, szekerekkel tudtak közlekedni az ezer kilométerre lévő föld alatt. Andok-hegység fölöttünk több ezer méter, mi 200-300 méterre voltunk a föld alatt. Tehát ez egy másik civilizáció volt akkor. Folyosók, termek, stb. Tehát szó szerint, amit én beleírtam a regénybe, ez a hihetetlen történet, amiről Móricz írt, amiről beszámolt. Amiről te semmit nem tudtál. Hát csak annyi, amit előtte ugye egy-két évben én, mint hihetetlen érdekes sztoriként beszerkesztettem a könyvembe.
És az ott manifesztálódott. Az ott nagyon manifesztálódott, én akkor ott álltam, és azt mondtam, hogy na jó. Tehát ez a híres mondatom, amit szoktam mondani, hogy Úristen, mi van, ha ez igaz, mi van, ha minden igaz, ami ebben a hihetetlen Móricz történetben van, aki ugye olyan civilizációkról beszél, az emberiségnek olyan ősi ciklikusságáról, amiről nekünk fogalmunk sincs, tehát egyáltalán nem pár ezer éve csak a mi civilizációnk létezik, hanem vannak, és Dél-Amerikában tényleg tömkelege van az ilyen olyan, még ma is kézzel fogható ősi építményeknek, amit semmilyen ma ismert, illetve elismert kultúrához nem tudnak hozzá kapcsolni, ebből kifolyólag nem is beszélnek róla, tehát teljesen figyelmen kívül hagyja, negligálja a történelem, vagy pedig teljesen nevetséges, elfogadható véleményeket mondanak róla, és próbálják begyömöszölni az általunk ismert tudjuk, hogy emberi történet. Kilóg a lóláb, tehát én erről tartottam előadást, írtam is könyvet erről, tehát a pata, a lóláb az abszolút kilóg a dologból. Lényeg az, hogy én ott álltam. Tehát ez volt a mérföldkő időszak első mérföldköve, amitől megváltozott az életem. Én szoktam mondani, hogy áldás és egyben, ha nem is átok, de súlyos teher, amikor az ember olyannal szembesül, amit már nem tudsz leszröpörni az asztalról. Tehát amíg otthon üldögélsz, addig marha jó, addig lehet azt mondani, hogy ez hülyeség, ahogy nagyon sokan csinálják. Menni nem mennek, nem néznek meg, csak így nem tudom honnan, azóta is ezt tapasztalom, szelektálnak az emberek, és ítélkeznek, hogy mi lehetséges, mi nem lehetséges. Na hát, amikor oda kerülsz egy ilyen helyre, onnantól kezdve egy kicsit alázatosabb és óvatosabb vagy, és azt mondod, hogy hoppá. Tehát ez a hitedben itt van, segített megerősödni. Tehát ez nem hit, ez ott volt valami, amivel nekem tudtam, hogy foglalkoznom kell. Aha. Amit mondanak róla, azt nem fogadja el X okból a történelem, de én még abban a percben ezt se tudtam, hogy mit fogad el a történelem tudomány, mert nem foglalkoztam vele, nem tudtam, hogy hol állok, hogy mit találok, akkor nyílt ki egy másik világ, állítódott, tehát abszolút az élet utamon a váltó. Na ezt nevezzük mondjuk ezt egy szellemi átállítódásnak, amit azon nyomban le is követett a fizikai szinten a következő, mert hogy kiderült, hogy ez a sármos illető, ez nem csak az, aminek így látszik első blikre, hanem kiderült, hogy hát van, ami már kiderült akkor 2007-ben, van, amit meg sokkal később tettem össze a fejembe, de lényeg az, hogy ő nem véletlenül talált meg engem az interneten célirányosan, meg kellett, hogy találjon. Igen, ez nekem is hihetetlen, mert én se akkor pláne nem, mai napig nem tartom magam, vagy amit tudok, vagy amit kutatok annyira fontosnak, hogy rám állítsanak egy fedett ügynököt, tehát ő egy katona volt, egy fedett ügynök, az pedig, hogy ő egy úgynevezett programozott katona volt, az jóval később derült ki. A lényeg az, hogy akkor 2007-ben két gyilkossági kísérletet kísérelt meg ellenem. Ennek az érdekessége, ami nagyon-nagyon mélyen spirituális dolog, az az, hogy, hát amiről ugye ezeket az előadásokat is tartottam, hogy ezeket az embereket képesek távolról kódokkal befolyásolni, tehát beindítani valamire. Nem ő akart engem bántani, ezt nagyon nehéz volt megértenem, és ennek a pszichológiája, misztikája az, amit leírtam ebbe a könyvbe, mert ez egy elképesztő dolog szemben állni valakivel, és a mögötte lévő erőkkel, legyenek azok földiek, illetve nem csak földiek, tehát pont itt van a dolognak az érdekessége. Lényeg az, hogy ott tényleg két úgy úsztam meg. De konkrétabban? Jó, elmondom az egyiket, de annyira részletesen nem akarom, mert nem akarom igen, ugye az olvasóktól elvenni, de elmondom úgy, ahogy semmilyen olvasói élmény nem fog sérülni az egyiket, a legelsőt, amikor egy teljesen kellemes beszélgetésből
ő egyszer csak így a szeme így megváltozott, tehát nyilván ott történt valami, egy telefon, kiment a konyhába egy telefonhívásra, én mentem utána, beszéltem, folytattam, és amikor ő megfordult, akkor már láttam, hogy valami gáz van. Először azt hittem, hogy hülyéskedik, mert akivel ilyen nem történt, az nyilván nem gondol erre, hogy jé, csak nem egy programozott valaki válok szóba, tehát fogalmam se volt, csak éreztem, hogy valami nagyon nem oké. És akkor már láttam, hogy a jobb kezében ott volt egy óriási kés. És teljesen azt hittem, hogy mondom, hülyéskedsz, vagy mi van? Amikor nem akarod elhinni, hogy mi történik. És akkor csak annyit mondott, hogy most megöllek, de már ilyen elváltozott hang, tehát innentől kezdve tényleg ilyen horrorfilm, de sajnos ez teljesen igaz, és lehetett látni, hogy a szeme megáll, igen, kifordul, tudom, és így első, tehát ez nagyon nehéz, igen, két szóban, igen, elmondani, hogy milyen energetikailag milyen változás megy végbe egy emberbe, kivonódik az ő lelke mindene, és szó szerint ilyen démonikus, tehát valószínűleg, amikor ilyen démoni ábrázolás van, vagy innen veszik vizuálisan. Igen, tehát ez innentől kezdve nem racionális, tehát akinek csak a racionális világ van, az ne is fárassza magát, hogy ezt meghallgassa. Abba a pillanat, tehát nyilván az ember ekkor felfogja, hogy itt most halál. Tehát átmegy minden a fejen. Egy nagyon érdekes állapotba kerül ekkor az agy. Az idő. Így van. Amit ugye a sci-fi filmekben is szoktak nagyon érdekesen vizuálisan ábrázolni, hogy a főszereplő egy másik idősíkon van, mintha mindenki megállna. Jelzem, a Csipke Rózsika mese például tökéletesen leírja ezt a tudat állapotot, amikor a tudat egy teljesen más téridőbe kerül. És én végig gondoltam, hogy na, akkor innen nekem nincs menekvés, akkor a két gyerekem az árván maradt, tehát szinte tényleg lepereg az ember előtt a film, és ebben még az is átment a fejemen, emlékszem, hogy mondom, de miért nem szúr? Tehát nekem illogikus volt az ő lelassultsága, vagy szinte állása. Nem értettem, hogy most akkor miért nem történik meg, ami logikusan meg kell, hogy történjen. És ebben a pillanatban hallottam, akkor még nem tudtam, hogy ki az annyira, aki ott áll mellettem, de mivel már 20 éve volt egy ilyen élmény, tudtam, hogy nem én vagyok paranoid skizofrén, tehát nem én hallok hangokat, hanem van egy entitás, aki egyszer már beavatkozott az életembe, de mostanáig úgy nem voltunk kapcsolatban, aki azt mondta, hogy na most tudod megmutatni, hogy valóban mi az, amit eddig megéltél, hiszed-e, hogy létezik egy másik dimenzió, hiszed-e, hogy van erőt, hiszed-e, hogy ha te Istennel kapcsolatban vagy, akkor a te erőd, az a szeretet, az a kozmikus más állapot, a sokkal erősebb, mint ez a férfi. Tehát ezek az állapotokat, mint ahogy egy meditációt, vagy egy bármit nem lehet elmondani, főleg nem így délután kávéidőben nyilván a racionális elmének, de abban a pillanatban ez a hiszem, tudom, az egy állapot volt, és amikor én ebbe így lenyugodtam, abba a hiszembe, abba a pillanatban egy nagy ordítás, a férfi keze így hátratekeredett, én csak láttam, mintha csavarták volna, kiesett a kés, és itt még nem áll meg, Isten humora, térdre esett, ugye, ő fájdalmában, de igazából én ott álltam, és ő előttem térdelt. Ez egészen hihetetlen. És csak nézett utána így föl, mellettem, még mindig félig transzban, tehát még nem normálisan, és csak annyit mondott, hogy látom, kiáll melletted, neked semmi bajod nem lehet. Bocsáss meg. És utána, mint egy epilepsziás rohamtól, ilyen teljes összeesés, kétórás kipurcanásban volt. Tehát ez van részletezve, hogy utána én miért nem szúrtam le. Hát ez átment a fejemen nyilvánvaló, ott megzavarodottan, hogy na akkor én ezt az állatot, ezt a nem tudom mit kinyírom. Hát nem mondom le, hogy ott azért ez a kommunikáció a felsőbb lényekkel ment, hogy valóban ezt akarod, hiszen láthatod, hogy nincs rajtad hatalma, miért kellett neked idejönni, miért kellett neked mindezt megtapasztalni, és látod, hogy biztonság vagy, tehát ez túl sok ahhoz, hogy most itt, igen, ki de ugye elemezzük. Kellett. Ő mit?
tapasztalod? Hát ezt? Hogy ne tudnám? Hát hogy ne tudnám? Hát én nem lennék az, aki ma vagyok, hogyha ez nem történik meg velem. Tehát nyilvánvaló, hogy ezért írom mindig, hogy én neki hálás vagyok. Az, hogy miért mentem vissza, miért jöttünk rá, amikor ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy én olyat tettem vele, amit most ebben az évben tudtam meg, mikor elkezdtem foglalkozni ezzel az egész elmeprogramozással, hogy ugye hogy deprogramoznak embereket, hogy én ösztönösen elkezdtem egy csomó mindent vele csinálni. Hát ugye ezekből az elmeprogramozásban, főleg ahol a hadseregben bizonyos okokból végzik, ennek nyilván van egy TOLIK skálája és mélysége, hogy melyik embert hány éves korától hogy szedik szét. Gyakorlatilag traumás helyzetekkel a személyiségét teljesen a X akárhány részre tudják bontani, és egy-egy személyiséget kódokkal tudnak vezérelni. Ennek tényleg hatalmas a szakirodalma. Pszichiáterek, tehát nagyon komoly helyeken foglalkoznak ezzel, és nyilván akik a kísérleteket végzik, azok is tudják, hogy ez hogy működik. Ez horrorisztikus az átlagembernek, de hát ilyen van. Tehát én nagyon sok, tehát ösztönösen, ahogy felé nyúltam, mert most mondhatnám itt Dióhéjba, hogy hú, a szeretet, ezek a közhelyek, de ezek nem közhelyek igazából. Tehát amikor én ott voltam, hogy oké, akkor most mit kell ezzel mind elkezdeni, de közben ugye nekem volt már egy nagy kapu átlépésem, hiszen megtapasztaltam azt, hogy amit azelőtt is, hogy van létezésünk testen kívül, ugye a testen kívüli élménnyel, igenis vannak entitások, akik képesek velünk kommunikálni, de már nincsenek sűrű 3D-s biológiai testben, és tehát nyilván nekem zajlott egy folyamatos kommunikáció, tehát nem álltam ott egyedül, kaptam a tanításokat, és ezzel az emberrel nyilván ott nem szúrtam le, hanem megvártam, amíg felébred, és elkezdtünk beszélgetni. Hát nem volt könnyű a következő hetek, hónapok, stb., amíg felfejt, és nyilván ő neki még voltak kattanásai, egyre enyhébbek, de voltak. Még akkor, mielőtt hazajöttem, volt még egy kísérlete, amiben hamarabb kikattant, tehát láttam, meg tudtam állítani, kikattant, látta, hogy mit csinált, akkor egy folytás volt. És aztán magát ölte meg. Tulajdonképpen mindig a szeretet erejével. Hát ugye, amivel ő se számolt, meg az őt, a földi hatalmi erők, akik minket összehoztak, azok nem számolhattak egy csomó tényezővel. Például azzal, hogy azért ő nem volt annyira szétszedve, mint nagyon sokkal magasabb feladatokra képzett ügynök, tehát neki még azért működött valahol ott a háttérben az ő normális személyisége, akit én megszólítottam valahol. És azt évek alatt, vagy egy év alatt vettük föl, hogy ennek milyen karmikus vetülete volt, tehát aminek, hogy én miért okoztam annó, hogy ő ebben az életében sérülten. Az kiderült számotokra? Így kiderült, tehát ez itt van a könyvben, tehát ez egy elképesztő dolog, és ezekkel nem tudnak számolni azért a földi hatalmak sem, ahogy a sors, vagy bárminek nevezzük, hogy miért pont őt jelölték ki, én oda mentem, miért mentem oda, tehát ez egy olyan hihetetlen, komplex történet. De te konklúziód érdekelne pillanatnyilag, hogy mit érzel, hogy az is karmikusan predesztinált volt, hogy ennek nem kellett megtörténnie, vagy te a szeretet erejével gyakorlatilag kilépted magatokat ebből a predesztinációba eleve. Nem tehát hiszel a predesztinációba? Abszolút nem. Tehát akkor nem lenne értelme még egy mezei imának is, hogy így mondjam, pláne akkor nem lenne szabad akaratunk. Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy arányaiban ezt nem lehet így egy perc alatt igen elmondani, de lényeg az, hogy minden másodpercben mi döntünk. Tehát minden másodpercben ez lehetőség és felelősség. Bármilyen elmélet, ezt a lehetőség és felelősség ambivalens, ugyanakkor el nem választhatatlan, és talán az emberi ésszel szinte felfoghatatlan működését veszi el, hogyha azt akarja mondani, hogy már pedig a sorsunk determinált. Annyiba, hogy mi hozunk magunkkal egy csomó megoldandó feladatot, tehát
amennyiben mondjuk nekem, ha akarom, el kell végeznem, mondjuk le kell érettségizni, de szabad akaratom van kilépni, tehát lehet, hogy Sántit a példa, de mindig, mindig komplexebben működnek ezek a programok, mint ahogy azt sokan túl egyszerűen ide-oda dobálják, hogy abszolút szabad akaratom, tehát ennek ez egy, igen, nem tudom, nem foglalkoztam vele, soha nem szoktam utólag azzal foglalkozni, hogy mi lett volna, ha lényegtelen, azzal foglalkozom, hogy... Jó, de azt sem akartad megfejteni, hogy ott abban a helyzetben mi volt az az erő, ami miatt... Hát dehogy nem, hát de arra kellett majdnem 9 év azért tudom, nekem. De azt mondd már, hogy... Hogy? Hát, hogy arra mi a megfejtésed, tehát, hogy abból a helyzetből azt értettük, hogy szellemi erők segítségével jöttél ki. Nyilván ott volt a te lényednek is egy döntési helyzete, de hogy az ott mi volt? Tehát engem az ott nagyon érdekelt volna, hogy mi volt ott, amit én ott jól döntöttem, hogy kijöttem ebből a helyzetből. Mi mellett döntöttem? Hú, hát... Mert hiszen te magad mondtad, hogy felmerült benned, hogy visszaszúrsz, persze, vagy úgy védekezel a hagyományos ugye módon, minden nem embernek, úgy védekeztél. Nem úgy, minden embernek van valami egy... Valami ott lejött, az mi volt? Mi önmagunkban is, így ahogy vagyunk, a legmezeibb női férfi mi voltunkban, ugye, ami egy másik téma, hogy így van-e valójában, vagy nem, vagy mennyire komplexebb egy lélek, aki hol ilyen, hol olyan földi testben és stb. Jön ide a földre. Tehát van nekünk is egy tudattengelyünk. Az pillanatnyilag képes beszűkülni és kitágulni. Tehát a legbeszűkültebb tudat válaszom az volt, hogy na én ezt kinyírom. Abban a pillanat, tehát ez egy pulzáció, nyitunk, csukunk, és az, hogy mit, miért nem teszünk meg, az ennek a játékától függ. Az meg a mi személyiségünk, vagy nem tudom, minek mondjuk, minden, és egy csomó tudattalan dolog, amit nem biztos, hogy abban a percben tudunk, hanem utalag mondjuk, hogy hopsz, miért nem szúrtam le. Hát azért, amit én hosszú idő múlva fejtettem meg, hogy valahol annak az ereje, attól, hogy nem, nincs tudati szinten, nem vagyok tudatában, az a minden, amit én megéltem, amit ő megélt, lehet, hogy csak egy évvel később jutottunk el az analízisbe, hogy megértettük, de annak az ereje már bennünk volt, és az a, ami sodort, és mégis megállított az utolsó pillanatban. Na meg azért, hát én nem vagyok egy olyan típus, aki azért még csak nem is bántanék egy kutyát se, nem, hogy azért, mert átmegy a fejemre, hogy leszúrom. Tehát nyilván az így azért, hála Istennek, az emberek nagy részének nem megy olyan könnyen. Na meg ott volt ugye az a hang, aki ott állt, és azt mondta, hogy tényleg ezt akarod? És hát akkor már nyilvánvaló volt, hogy az a vonat elment, hogy én ott megfogjam a kést, és azt az alvó szerencsétlent. Azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsétlen, mert na, ha még akkor nem tudtam, és nem fogtam föl, azt láttam, hogy az nem ő, aki normális, amikor nincs bekattanva szó szerint, az nem ő. Tehát ki ez az ember? Mit látott ő? Miről szól ez az egész? Ez nem egy racionális dolog, amikor érzed, hogy nem lesz bajod. Ez annak a tudatállapotomnak, amiben ott voltam, annak a védelemnek, amit éreztem, aki nem arra késztetett, hogy szúrjam le és rohanjak el, hanem hogy nyugi, van erőd. Nyilván azt mondta, hogy én megvárom, hogy felébred, és ha már itt vagyok, járjunk a végére, ha most nem szúrt le, így kipurcanva pláne nem fog, tehát nem tudom, tehát ezt nem tudom megindokolni, úgy döntöttem, hogy megvárom ott az ágy mellett, és megvárom, amíg felébred. Úgyhogy ilyen lehet, hogy mások által érthetetlen, nehezen megérthető döntések, de így döntünk. Nem érthetetlen. Egy kicsit zenéljünk, és vissza. No.
Rádió Bézs, a mikrofonnál Sütő Enikő, Golánya Ágnes íróval beszélgetek, és hát egy nagyon izgalmas beszélgetésünk van, aki nyomon követte, az szerintem nem hétköznapi, amiben bevontál. Úgyhogy nem tudom, hogy folytassuk tovább. Tehát, hogy mi lett ezután? Tehát, hogy predesztinált ez téged aztán arra, hogy a 9. könyved jelenik meg? Hát ezzel az illetővel még egy évig utána ott Peruban ezt így letisztáztuk, leszkandereztük, azt szoktam mondani. Ő aránylag helyre jött, tehát ez egy másik csoda, amit én hálás vagyok, hogy én ezt láthattam. És ugye sokan az ismerőseim, tehát egyszerűen elnevetegnek neveztek, hogy én visszamegyek, de hát nyilván megint konzultáltam az égiekkel, akik nagyon, tehát megmondták, hogy amíg én oda fókuszálok, helyén van a szívem, lelkem, fókuszom, addig semmi bajom nem lehet, így is lett, úgyhogy visszamentem majdnem egy évre. És után, az alatt az idő alatt, illetve amikor utána megszakítottam. Tehát úgy éreztem, hogy én helyre tettem, megtettem, ez már nem nő, ez már rég, a harmadik naptól nyilvánvalóan nem egy nő-férfi normál kapcsolatról szólt, hanem feldolgozandó, megoldandó feladatokról. Tehát ő is egy spirituálisan hihetetlen fejlett valaki volt, ezt is írom a könyvbe, hogy hát nyilván szabadkőműves kapcsolatok, stb., tehát egy paranormális képességekkel rendelkező híres sámán fia, és a többi. Ez azért nem lényegtelen a történetben, az ő személyese. Tehát fel tudtuk mind a ketten dolgozni, vége. Ő nehezen fogadta el, de így és úgy kis trükkökkel sikerült ezt az álmaim valóságában. Leírom részletesen az egész kapcsolatot, feldolgozás, stb. Én akkor hazajöttem, onnantól kezdve én már teljes tudatommal, elszánásommal azon voltam, hogy egyrészt magamba dolgozgattam ezt föl, de kifelé ugye a megismert őstörténelemmel, tanulással, szintén fentről rengeteget kaptam segítséget, írogattam a könyveket, tartottam az előadásokat, és egy hihetetlen külső-belső végtelen utazásom volt. Tehát én tényleg azért volt nehéz megírni ezt az önmagamról szóló könyvet, mert nagyon nehéz visszanyúlnom az akkori magamhoz. Tehát szinte... Annyit változtál? Szinte semmi. Igen, érzelmileg már alig érzek valamit. Szinte ilyen a régi levelekből raktam össze, és rekonstruáltam az egészet. Tehát olyan, annyira más vagyok, vagy annyira megváltoztam. Annyi minden hihetetlen, spirituális, misztikus élményem volt, átélésem volt, fejlődésem volt. Tényleg szó szerint a különböző dimenziókba, ahogy nevezzük manapság, járkálás. Elfordultam a külvilágtól rettenetesen, nem nagyon érdekel már, mondhatnám szinte semennyire, ha nem lenne két gyerekem és unokám, akkor én abszolút a lábam ki nem tenném tényleg az utcára, részt nem vennék ebbe a mai világ őrületében nagyon sok szinten, engem ez már nem vonz, nem motivál. De mégis van dolgod, hiszen amit itt vagy, teszek, az mi? Így van, amit kapok, amit egyrészt, tehát több szinten, több irányból tanítások, vagy olyan dolgok, amikről érzem és kérik rengetegen, hogy írjak, beszéljek, mert nagyon segít másoknak. Hát ezt a könyvet se akartam én megosztani. Egy író sem vágyik arra, hogy itt lemesztelenedjen, és odadobja magát egy ismeretlen közegnek, hiszen ezt kellett tennem. De hát ezt is fenti sugallatra mondták, hogy na de ez a legnagyobb tanítás, amikor megmered a saját életedet, magadat mutatni, ez mindenféle okos elméletnél ezerszer többet ad, és valami elképesztő dolgok indultak el, valóban olyan emberek találtak meg, akár a bántalmazott nők, tehát ilyen nagyon nagy kérdéskör, hogy mindenki várja a segítségemet, már most mennyien kaptak, mennyien erőt merítenek, hadd menjek el hozzájuk, kezdjünk valami tanítási, vagy gyógyítási, lelki gyógyítási, feldolgozási programokat például ilyen nőkkel, noha
én nem egy sima mezei bántalmazóval volt dolgom, de azért én át tudom érezni, hogy mit éreznek azok a nők, amik szintén ez egy olyan téma, amit úgy általában lesöpörnek manapság, és amiről így nem nagyon szeretünk beszélni. Hát próbálnak beszélni róla, de jogi konzekvenciája abszolút nincs, és a lelkiekkel pedig szinte így nem foglalkoznak, pedig nem is lelkileg, hanem talán spirituálisan kellene ezt megközelíteni. Pontosan, tehát ugye az egyik, hogy mondjam, minden könyvemet imádom, és nehéz lenne választanom, de én azt gondolom, hogy az egyik legkeményebb spirituális tankönyv a Kékvér gyermekei, ahol pontosan azt boncolgatom, hogy vajon a mai emberiségnek a tudatszintje, ahogy az élethez, a földhöz, a kozmoszhoz, a léthez, a mindenséghez áll, ez vajon hol van? Én, aki tényleg beleástam magam, és rájöttem, hogy nagyon ősi civilizációknak akár az Isten képe, az ember képe, tehát semmiről nem így gondolkodtak, mint mi történt, és mi az a visszaút, tehát leginkább arról, abban mankót adni, motivációt adni. Tehát megoldásokban gondolkozol. Bármit adni, hogy halló, így van. Minden embernek lehetősége van szó szerint DNS szintjén átalakulni valami egészen mássá. Tehát ezek a csökött mai létünk, amivel szinte a biológiai érzékszervünk működik, vagy már az is csak teljesen deform módon, és hihetetlen programok, politikai programok, vallási programok, szövevényében, rabságában élünk, és nem tapasztaljuk meg a létező isteni erőt, kozmikus erőt, ki melyik szóval szereti illetni, azt a részünket nem hagyjuk magunkat kinyílni, hogy mi is paranormálisak legyünk, engem ingerel ez a szó, mert ugye ez azt jelenti, hogy van a normális, és az attól eltérő, pedig igenis mi normálisan olyan lények voltunk valaha még más DNS-sel, ami visszaállítható, amivel egész másképp viselnénk magunkat. Más gondolnánk a betegségről, más gondolnánk a sorsról, más gondolnánk mindenről, úgy, ahogy van. A hitrendszereinket kéne elhagyni? Hát a hitrendszer az úgy gondolom, hogy már egy program, el kéne kezdenünk megérezni és személyesen összekapcsolódni azzal az energiával, ami létezik, de ahhoz meg kell lépnünk bizonyos dolgokat, hogy felébresszük magunkban. És ebben sincs predesztináltság szerinted, hogy kinek van megadva ez, hogy kapcsolódni tudjon szerintem és megéljen? Szerintem mindig a Földön rengeteg tudatszintű ember él egyszerre. Ugye van a jézusi híres mondás, hogy a keskeny úton nagyon kevesen mennek, de mennek. Tehát a felébredés soha nem egy tömeg jelenség, nagyon sok léleknek meg kell élni még egész más dolgokat, tehát élünk ebbe a karmikus körfogásra, mindig tanulunk valamit, és mindig úgy szoktam magyarázni, és mindig vannak kilépő lelkek. Tehát akik már eljutottak egy bizonyos tudatszintre, és azoknak nehéz, és ilyenkor jönnek nagyon nagy kérdések, hogy akkor mire is van az élet, mire is van ez a föld, miért is 3D-sít, hogyha van azon túl is. Hát a Kékvérben én erről sokat írok, és ez már tényleg nem fog beleférni szerintem ebbe a műsorba, hogy... Nem baj, ha eljössz máskor, hogy, akkor hogy, hogy bizony, igen, tehát a kozmikus lelkek azok laknak itt a földön is, meg lehet lakni máshol is, testben meg nem ilyen testben, hanem mondjuk így energiatestben, tehát magyarul itt most az a lényeg, én azt gondolom, aki főleg akinek ez nagyon új dolog, hogy ha ott kell elkezdeni erről gondolkodni, hogy az ember azt hiszi, hogy az a világ, amit ő az érzékszerveivel érzékel, az a minden, és annak a határain túl nincs semmi. Hát akkor el kell gondolkodni, hogy a kutya miért érez több szagot, amit mi nem, a denevér az miért hall olyan hangokat, amit mi nem, a sas vagy egyéb állatok miért látnak olyan spektrumokat, delfinek, tehát vegyük már észre, hogy nagyon-nagyon limitált az érzékszervünk. Ha limitált az érzékszervünk, limitált a tudatunk, amit mi világnak gondolunk. Tehát ennyi kell, pusztán ennyi kell ahhoz, hogy legalább 1% esélyt adjon, hanem nézzük már, vagy hallgassuk már meg, hogy miről beszél ez a sok fura ember, miről beszélnek az ősi iratok, adjon már magának esélyt, hogy elkezd más, tehát hogy
legalább annyi, oké, akarom megtapasztalni, akkor nagyon sok spirituális tanító tud már neki annyi mankót adni, hogy hogy kell elkezdeni meditálni, miért kell meditálni, mert az agyhullámodat megváltoztatod. Ha megváltoztatod az agyhullámodat, kinyílnak más energiaszintek, akkor megtapasztalod, és akkor végre befejezed azt a hülyeséget gondolni, hogy csak annyi van, amennyit látok a szememmel, tehát itt kezdődik nagyjából. Szerintem egyébként elég sokan ébredeznek most, kénytelenek, mert szerintem drámában, amiben már benne vagyunk, ott présben van az ember, tehát ugye vagy bölcsességgel, vagy drámával fejlődünk. Igazából mindig előállítunk magunknak drámát, tehát igaz az, hogy a színház az egész világ, most lényegtelen, hogy ez Bacon vagy Shakespeare mondta, ugye erről vitatkoznak most a legtöbbet, akárki mondta, ez teljesen igaz, tehát az emberiség mindig előállít ilyet. Én ezt a prést annyira nem szoktam mondogatni, mert ez félelemkeltő. Lényeg az, hogy de hát vannak ez az élet, kozmikus szik. Hát igen, tehát azt kell mondani, hogy ez az emberiség, ami most így pár ezer éve ismeri el önmagát, ez is egy ciklus. Itt is sikerült eljutnunk a szakadék szélére, tehát ami mindig egy kényszerítő, idézőjelbe erő egy csomó léleknek elgondolkodni. Tehát minden, mint ahogy az egyéni ember életében vannak nyugalmi ciklusok, vannak traumák, tragédiák, attól függően, hogy mennyire kezd már el tudatosan élni, ugyanúgy az emberiségnél is nincs ezzel az égvilágon semmi baj. Ez egy lehetőség nagyon sok embernek ébredni. Aki meg nem ébred, az játszik tovább, tehát marad egy következő nagy kozmikus zárt ciklusba, annak egy tovább kell itt játszadozni. Akik meg már azt mondták, hogy na elég volt, mert már egy kicsit uncsi, azoknak ezek mindig segítő erők kilépni, egy kicsit felgyorsultan tudatosodni, és nem tovább játszani. Tehát nagyjából én így látom. Szeretem ezt az introvertált időszakot, amikor ilyen szürkeség van, és olyan jó, hogy eljöttél, mert ezek a gondolatok szerintem most egy pohár tea mellett akár órákig is... Netán karácsonyra is segít, hogy ne a bevásárló központokba keressük a karácsony hangulatát és illatát, hanem mi magunk a lelkünkben állítsuk elő. Igen, hogy gyújtsunk magunkba be, és egy kicsit emeljünk a fényünkön. Köszönöm, hogy eljöttél. Nagyon köszönöm én is.